Náluk marad a labda, de csak eddig. Jön a Honvéd, ott a gólhelyzet, és ott van a vezetőgól. Keresi Zalán, 1-0 a Honvédnak. Az előbb nem volt 11-es. Tulajdonképpen ebből visszatámadt a Honvéd, és ha nem is első, de második szándékból megvan a gól. És Keresi Zalán már többször kísértette a sorsot, de a videóbíró megnézi ezt a találatot, hogy nem volt eles. Na, majd mindjárt kiderül. Sőt, ugye Banó Szabó ott a bokájához kapott, tehát még az is lehet, hogy ott volt valami szabálytalanság esetleg. Ez volt ugye az egyik lehetséges szabálytalanság, de közben megadták a gólt, miközben mi a lassítást néztük, mert hogy örülnek a Honvéd játékosok, tehát akkor 1-0 Keresi Zalán góljával.